Üdvözlöm a kedves nézőket! A zöld-fehér hírek évvégi sport összefoglalóját látják, melyben visszatekintünk a 2014-es év legemlékezetesebb pillanataira. Az esztendő elején a Ferencváros teremlabdarúgó csapatánál vendégeskedtünk, akik februárban hivatalosan is a klub szakosztályává váltak. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy meg fogunk felelni, tisztelettel helyt fogunk állni minden mérkőzésen, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy méltók legyünk, mint játékosként, mint vezetőként a bajnokságok alatt. Mert egy Ferencvárosnak mindenféleképp a legfelsőbb osztályban van a helye. A futszálosoknak az NB2 tavaszi rájátszásában nem sikerült kiharcolniuk az élvonalba jutást, idén azonban újra megpróbálkozhatnak ezzel. A csapat immár Lengyel Béla irányításával a negyedik helyről várja a bajnokság januári folytatását. Az FTC férfi kézilabdázói az előző idény második felében a vártnál is jobban teljesítettek a másodosztályban, a Magyar Kupában pedig a legjobb 8 közé jutottak. Adorján Gábor vezetőedző akkor arról beszélt, hogy fiatal játékosai a szükséges tapasztalatok megszerzésével még nagyobb sikereket érhetnek el. Meccsről meccsre összeszoknak, egyre jobban összeszoknak a srácok, ez látszik a játékon is, és hogyha ezt a csapatot 90%-ban jövőre is együtt tudjuk tartani, minimális erősítésekkel, akkor komolyabb terveket is szövegethetünk, de most mindenképpen az a legfontosabb célunk, hogy a lehető legjobb helyezést érjük el, és játékban, illetve a játék minden elemében fejlődjünk, mindenki pályára tudjon lépni, és mindenki hasznos tagja tudjon lenni a csapatnak. A fiúk ősszel sem lassítottak, hiszen 13 bajnoki mérkőzésük közül 11-et megnyertek, és egy pontra megközelítették a lista vezető Egert. Március végén nagyszabású sakversenyt rendeztek kerületünkben, a Budapest Bálnában, ahol a legifjabb versenyzők mellett a sportág történetének legjobb női versenyzőjével, Polgár Judittal is találkoztunk. 12 éves voltam, amikor először világranglista élére kerültem, az már 25 éve. És hát olyan nagy előnyre tettem szert az évek során, hogy nincs másik nő, aki úgy megközelítene élőpontokba. De természetesen sok olyan nő van, aki profi és komolyan sakkozik, de még egy pici idő biztos kell, hogy majd egyszer valamikor legyőzzenek, vagy jobbak legyenek. Én megmondom őszintén, természetesen örülök neki, hogy én vagyok az első, de azért másfelől megörülnék, hogyha lennének más lányok, fiatalok, akik ugyanolyan ambiciózasak lennének a sakkterületén, mint én voltam. Április 4-én rendezték a tavasz legnagyobb érdeklődéssel vált labdarúgó mérkőzését az NB1-ben, a Ferencváros az Újpest otthonába látogatott. A derbi történelmi sikerrel zárult. Leonardo utolsó pillanatokban szerzett góljával a zöldfehérek 14 év után nyertek ismét a Megyeri úton. Az esztendőt az új vezetőedző Tomás Doll irányításával kezdte a csapat, és végül a harmadik helyen zárta a bajnokságot, kiharcolva az Európa Liga indulás jogát. Bár a nemzetközi szereplés rövidre sikerült, a fradistáknak így is jutott öröm a nyár végére. Augusztusban átadták a klub új stadionját, a Groupama Arénát, amely rekordidő alatt készült el, és Európa egyik legmodernebb létesítménye lett. A csapat méltó otthonra lett, és ez ősszel az eredményekben is megmutatkozott, hiszen hazai pályán a nyáron többek közt Gera Zoltánt is hazacsábító FTC megőrizte veretlenségét. Az NB1-ben ötödikként telelő együttes tavasszal a Magyar Kupa és a Liga Kupa küzdelmeiben is érdekelt lesz. Jelentős változások történtek ebben az évben az FTC vízilabda szakosztályánál. Első lépésként hazatért az 1976-ban ferencvárosi játékosként olimpiai bajnoki címet szerző Gerendás György, aki immár szakmai igazgatóként dolgozik a klub sikereiért. A játékos keret nyári átalakítását követően nagy menetelésbe kezdett a csapat. Varga Zsolt vezetőedző szerint azonban a cél egy hosszú távon sikeres együttes felépítése, ami nem megy egyik napról a másikra. A tapasztalatom az, hogy kb. 8-10-12 hónap, másfél év kell ahhoz, hogy egy teljesen új játékstílus, ezért is csináljuk úgy, mert tudjuk jól, hogy nekünk a mérkőzések fontosak. Hát azért ezt figyelembe véve készülünk a mostani mérkőzéseinkre, de nyilván szeretnénk azért így szép lépcsőzetesen azt is, amit elképzeltünk megvalósítani. Hiszen azért úgy válogattuk össze a játékosokat, hogy sokan játszottak már együtt, ismerik egymást,
bízunk abban, hogy én azt gondolom, ez a legfontosabb része ennek a mostani építkezésnek, a taktikai, a fizikális rész az rendben lesz. Az a csapat szív, hogy az mennyire, milyen gyorsan tud kialakulni, ezt fogja meghatározni szerintem a mostani eredményeinket. A Varga Zsolt Gerendás György páros által vezetett pólósok a tavalyi 9. hely után most a 4. helyről várhatják az OB1 januári folytatását. Szeptemberben rekord részvétel mellett rajtolt el a 29. Vizer Budapest félmaraton. A futók Budapest legszebb részei között Ferencvárost is érintették. Boldogsága, hogy ezt nem régen mondta valaki, aki elkezd futni, kitűz maga elé egy célt, és rádöbben, hogy az első 2-3 hét után már tud futni, és egyre többet tud futni, és eléri a célját, az első szigetköt, az első 10 kilométer, uram, bocsánat, az első félmaraton, akkor elégedett magával, és ösztönzi a környezetét is arra, hogy kezdelést csináld meg. Picit beleharaptunk a 9. kerületbe is, hiszen a Corvinus csodálatos épületét megkerültük, és ott jöttünk a bálna mellett. Majdnem 300 ferencvárosi nevezett a mai napon, ami azt gondolom, hogy látva a kerület nagyságát Budapesten, majdnem nincs dobogón a kerület Budapesten, de ott van az első hadba, ami nagyon jó eredmény. Zaklatott éven van túl a Ferencváros női kézilabda csapata. Az együttes az előző szezonban nem élte túl a Bajnokok Ligája csoportkörét, és bár korábbi háromszoros győztesként esélyesnek számított, a kupagyőztesek Európa kupájától is gyorsan búcsúzni kényszerült. A Győri Eto egyeduralmát itthon megtörni képtelen zöldfehér lányok nehézségei ősszel a BL selejtezőjében folytatódtak. A Lipcse elleni mindent eldöntő találkozón a németek a játékidő lejárta után szerezték meg a győztes gólt. Az Európai Kézilabda Szövetség azonban elutasította a Ferencváros óvását. Elek Gábor csapata így az elit sorozat helyett a kekben folytatta, ahol a szerb Jagodina legyőzése után februárban norvég rivális ellen lép majd pályára. Nem célokról beszélgettünk ebben az évben, hanem arról, hogy az adott feladatra megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni, és azt a lehető legjobban megoldani. Tehát most éppen így élünk és így működünk, ez most úgy néz ki, hogy jól is működik. Én azt gondolom, hogy talán mostanra tanultuk meg kizárni a külső nyomást. Tehát az, hogy ez része volt annak, hogy itt ez a BL nem sikerült, talán ezt nem is mondom most, hogy ez része volt. Az előző időszakunknak biztos, hogy része volt, hogy iszonyatosan magasra tettük a mércét egy másfél évvel ezelőtt, és ezt ott akkor nem tudtuk megugrani, és azóta sem sikerült. Tehát ez persze az mindig görcsöket okoz. De most a vezetőséggel végül is azt beszéltük meg, hogy most ilyen óriási célkitűzéseink nincsenek, hanem egyszerűen tesszük a dolgunkat, és hát ezt most mondhatom azt, hogy egyre jól működik. Tehát tehát azt azért mindenkinek elmerem mondani, hogy igen, azért mi éhesek vagyunk a sikerre, és nagyon szeretnénk azt, hogy minél jobban szerepeljünk mind a kupában, mind a bajnokságban, mind a nemzetközi kupában. A Ferencváros birkózójáról, Bácsi Péterről szólt a 2014-es esztendő a sporták hazai és nemzetközi versenyein egyaránt. A 31 esztendős kötött fogású versenyző áprilisban a 80 kg-osok között Európa-bajnok lett, szeptemberben pedig ugyanebben a súlycsoportban világbajnoki aranyérmet szerzett. Bácsi Péter boldogságát az apai örömök és az FTC-vel elért csapatbajnoki cím tette teljessé. Nagyjából úgy gondoltuk, hogy nyerni fogjuk a meccset. Talán egy picit nehezebb volt, mint ahogy számítottuk, de összességében az a lényeg, hogy két ponttal be tudtuk hozni ezt a mérkőzést, és ugye utána már a Vasas ellen gyakorlatilag papírforma győzelemre volt szükségünk, és ezt ugye azt hoztuk is. Nekem nagyon fontos volt abból a szempontból ez az év, hogy az elmúlt időszak, ugye az kezdve az olimpiával, illetve a tavalyi világbajnokság az nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, ugye sérülés miatt mind a két helyen gyakorlatilag fel kellett adnom a versenyt. Most ez azért tényleg jó volt, ugye kicsit lelkileg is ugye hozzátett ahhoz, hogy van értelme folytatni, és tényleg még mindig van bennem annyi, hogy én azt gondolom, hogy megcélozhatom az olimpiát. Sportos összefoglalónk végén köszönöm egész éves megtisztelő figyelmüket, és munkatársaim nevében is sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. Tartsanak velünk jövőre is, viszontlátásra!